Március 8-án a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat adott helyet a Rákosmente önkormányzata és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által közösen életre hívott motivációs programsorozat első előadásának. Az iskolás korosztálynak szóló kezdeményezés keretében olyan hétköznapi emberek történeteit ismerhetik meg a gyerekek, akik magukat valamilyen hátrányos helyzetből küzdötték fel. Az eseményen Lengyel Fehér Gyöngyi, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ megbízott igazgatója, valamint dr. Füzesi Péter alpolgármester is részt vett. Akik megjárták a mélységet, és abból föl tudtak állni, és abból egy sikeres karriert éltek el, ők azok, akik a hiteles módon tudják bemutatni azt, hogy nektek is hogyan lehetne ezeket az utakat elkerülni. Az a legjobb, hogy nekem nehéz helyzetből visszajönni. Én sem voltam egy nagyon jó gyerek, talán olyan mélységet, amit Zoltán megjárt, nem éltem meg, de köszönöm máig a tanáraimnak, akik a szüleim mellett nagyon sokszor tettek azért, hogy aztán valamilyen karrierúton el tudjak jutni, és most van egy kisgyermekem is, feleségem, tudok róluk gondoskodni, és azt a munkát csinálom, amit szeretek. A rendezvény vendégelőadója Hódosi Zoltán volt, aki saját bevallása szerint korábban kábítószer problémákkal küzdő fiatalként élte mindennapjait, mára azonban Irakban az Európai Unió tanácsadói missziójának biztonsági szakértője lett, személyvédelmi operátorként dolgozik, emellett pedig hátrányos helyzetű gyerekek számára tart a mostanihoz hasonló előadásokat. Mint elmondta, azt tapasztalja, hogy a fiataloknak nincsenek céljaik. Jelenleg a legnagyobb problémát a felszínes világ okozza. A TikTok, a Facebook, az Instagram, amit látnak a világban, és nincsenek céljaik. És ezt próbálom nekik elmagyarázni, hogy apró célokkal, apró lépésekkel hogyan tudják a környezetüket szépé és magukat is jobbá tenni. Hódosi Zoltán az életéből hozott személyes példákon keresztül beszélt a jelenlévőknek, egyebek mellett a célkitűzések jelentőségéről és a kitartás fontosságáról. Nyitottak az előadásra, ez abban is megmutatkozik, hogy végigfigyelnek, és utána kérdéseket tesznek föl. Az előadásnak a fő programja, vagyis inkább úgy mondom, hogy a sémája az a célkitűzés, a kitartás, a türelem, a fegyelem és az ezzel járó önbizalomnövelés. A hagyományteremtő szándékkal indított kezdeményezésnek hosszú távú célja, hogy a magukat sokszor elveszettnek érző tizenéveseket saját tervek kialakítására és azok eléréséről ösztönözze.